Másfél órával értem ki a gép indulás előtt, kerek 7 óra van, és 8:40-kor megy a gépem. Ez a sor, ez elmegy addig ott a végig, visszakanyarodik, ez itt, és utána ott belül az a 3-4, az ott még mindaz. Ez az 51-től 59-ig. Ez mind oda vár, hogy becsekkoljunk. Na, akkor bemutatom, hogy működik a tudomány és a technológia a 21. században. Hát elég nagy buszállomás, mint látható, legalább 10-15 cég. Mennék majd Chilébe pár nap múlva, és nincs kitéve sehova a menetrend. Hát itt kérdezgettem, hogy jó, de hát mikor jöjjek, hova jöjjek, mennyibe kerül, stb. És akkor itt az előbb mondta valaki, hát menjek oda, kérdezzem meg. Hát mondom, jó, de melyikhez? És mondta, hogy hát amelyik szimpatikus. Úgyhogy így szépen szóba végkérdezgettem már hármat. És ennyi. Tehát, hogy így odamész, megkérdezed, majd ő elmondja, nincsen menetrend. Mendoza főtér, és eszembe jutott, hogy ha már Argentinában vagyok, akkor eszek egy jó kis argentin steaket, és hozzá Mendozában helyi bort. Ugyanis ez a város, illetve a környék bor termeléséről híres, úgyhogy jó étvágyamat! Este 9, kezdődik a szökőkút. Tűzi fényjáték a zenével együtt, de hát nincs sötét. 3:49-kor megy le a nap. 5:40-kor kell, vagy 6:40, nem tudom, mindegy, nagyon korán. És este 9-kor még ilyen világos van. Aristides Avenue, a Buli utca, még el sem indultam. Lehet, hogy sok volt ez a két pohár bor. Tisztán úgy tűnik, mint hogy a kacsák táncolnának, zöld színű kacsák az út elején. És még csak 9 óra. Végig az utcám. Na ezért költöztem ide, egy utcával odébb lakok innen. És még mindig tart az utca, már nem tudom mióta jövök. Végig ez van. Most még csak a kajálós rész. Na hát, hogy fogalmunk legyen a luxusról, meg az árszínvonalról, akkor mutatok néhány dolgot. Ugye hárommal kell alapvetően osztani. Úgyhogy két mojito, az 1500 forint. Két gin tonic, 1000 forint. Azt mondja, hogy mit láttam itt? Két daiquiri. De nem is azt néztem, hol van a két mojito, igen. 1000 forint, kajpirinja, stb. Kettő darab. Jó, ez talán 11-ig van, 10-ig, nem is tudom, 9:30-ig, igen. Amikor az már elmúlt. A másik hely, tehát gondolom, úgyis mutattam. Két sör, 1000 forint. Hát 10 óráig, utána aztán nagyon megdrágulnak a dolgok, mert utána már csak egy sört kapsz 1000 forintért. Hát... Szóval azért próbálom ezt egy udvariasan megfogalmazni, de azért mi magyarok azért elég jól élünk a világ elég nagy részéhez képest. És ugye én az előbb, egy órával ezelőtt bennettem a belvárosba, ott a főutcán, a turista izénél. Hát valami hasonlót. Bifé, korizó, meg köret, és egy pohár bor, az 7000, osztva hárommal. Ez 2000 pár száz forintért lehet enni egy jó kis husit körettel, meg egy pohár borral.
utca, hihetetlen. Én kemény 4000 forintot fizettem érte, de ott is földig hajolt, hogy a 3500-ról odaadtam neki a 4000-et. Hát azért ez nem olyan rossz itt. A zöld kacsák is éhesek, na, nekik is kellene egy jó kis kacsasültet. Hogy ők mit esznek? Vegák? Na, és akkor lassan végére érek az utcának, és mit láttam meg itt a végén, amiről eszembe jutottak a dolgok? Ez az első rendőrpár, akit látok. Nem láttam jó barátokat, nem láttam kéregetőket, nem láttam homeless-eket. Egyszerűen rendben van. Akkor, hogy végre megláttam egy benzinkutat, egyet már láttam az út szélén. Ugye a legfőső, a 770, azt kell elosztani 3-mal, ami azt jelenti, hogy 260 forint egy liter benzin. És akkor így fordulhatott elő az a sztori, hogy leszálltam a reptérről, és 17 kilométerre van a város, és akartam rendelni egy Ubert, és 3500 pezót írt ki, azaz 1200 forintot, hogy annyiért fog elvinni az Uber a 17 kilométerre. Na, rendeltem is, remélem csináltam róla képernyőképet, majd meglátom. Na most, hogy nem jött, ott vártam rá 5 percig, valamiért nem mozdult, meg ráírtam, nem tudom, mindegy, nem jött. Aztán közben odajött egy taxis, elkezdett valami spanyolul nekem szakérteni, mondtam, hogy nem, jön az Uber. Mondta, hogy nem, ide nem jön Uber, hát mondjuk ezt észrevettem. És akkor, ha már ilyen jó szóba legyettünk, megkérdeztem, hogy jó, akkor mennyiért vinne be a városba. És mondja, hogy 4000, mármint, hogy pezó. És hogy gondoltam, hogy hát ezt azért ki fogom bírni, valószínűleg. Hát mondom, csak egy 4500 lehet, mire bejöttünk. Aztán persze adtam neki 5000-et, azt nagyon megköszönte. Úgyhogy a 17 kilométert, hogy adta a borravalóval mindennel együtt 1700 forint. 100 forintos kilométer. Nagyon súlyos, ami itt van. Úgyhogy a közlekedés az elég olcsó. Bár, azt most hozzáteszem, de viccből mondom, hogy a Buenos Airesbe mindig 60-70-80 pezót font le a kártyámról a busz, ami azt jelenti, hogy 20 és 30 forint között volt egy busz járat, vagy hogy buszjegy. Itt meg felszálltam, lepakoltam a szállásra, mondom, jó, akkor megyek egy városi kört, kimentem a... azért elé jött egy busz, mondom, jó, az jó lesz. Felszálltam rá, és 160 pezót levont. 50 forintot levert vonni a buszjegyért. Hát néztem is, hogy azért ne vessük már el ennyire a súlyukot, gyerekek. Hát a szokásos pénzért jöttem. Nem csak ott áll a sor, kint az utcán is. Szóval ez a sok ember azért áll itt sorba, hogy megkapják azt a pénzt, amit most én kaptam meg. Ennyi pénzt kaptam. Kerek 25.000 forint, nem ismerem mutogatni, hihetetlen, és ezzel szaladgálok. Persze most viszem vissza a szállásra, nagyon gáz ez az egész, és ezért várok fél órát, ezt most megint elköltöm. Jöttem lefoglalni az utazást, és ki is fizetem, mármint a holnapi raftingot meg kanopit, és ez itt az. Ezzel fogok fizetni, ez kérlek szépen kemény 9.000 forint. Na hát minden városban nagy turista látványosság a Central Market, úgyhogy gondoltam, hogy itt kajálok. Hát, nem az a minőségi színvonal, nézve így az asztalokat meg a székeket. A helyi nyugdíjasok itt szépen megkajálnak egy kis borocskával. Én is megrendeltem a kajámat, hamarosan jön. Kemény 1500 forint. Van itt egy kis füst is, minden itt készül. Na mindjárt megnézzük. Mondjuk ez azért eléggé rendben van. 1500 forintért egy óriás nagy hús van alatta végig. Jézusom, meg se fogom tudni enni. Akkor Kecsújtász, vagy micsoda, vízipark, ami egy ilyen jó kis fürdő bent a hegyek között. Óriási hegyek vannak itt egyébként. És akkor ilyen kis kőbe vájt izéken megy a fürdés. Jó, sokan vannak, de örülök neki, hogy még beengedtek. Meleg vizes, sőt, hát ez kifejezetten forró, ez a pár itt fönt, ez kifejezetten forró. Ide alig mertem beülni, mármint egy perc után elszaladtam. Kemény vagyok egyébként.
de hát is 30 fok napsütés van, most ebben még minek a barohat melegbe beleülni. És akkor itt végig lefelé van egy csomó medence. Hogy onnan, nagy bátorság. Akkor innen talán jobban látszik a lenti része, egészen odáig lent lehet fürödni, majd oda is megyek. Itt van egy folyó, ami szépen körbe megy lassan. Vannak csúszdák, mondjuk az pont zárva van, de az ott nyitva van. Szóval ilyen, kis fürdőpark. Egy órára van Mendózától, nem megérte kijönni. Kemény 1500 forint volt a belépőjegy. Hát argentináraknak megfelel. Úgyhogy szuper. Na hát holnap ezen fog menni a rafting. Legalábbis remélem, hogy csak ezen. Hát attól tart, hogy ennél durvább lesz. Mert azt mondták, hogy 3-as, meg 4-es szintű. És hát rákérdeztek, hogy jó fizikai állapotban vagyok-e. Hát mondtam, hogy ez van, ami van. De azért csak kibírom. Egy óra, 12 kilométert vagyunk lefelé a raftinggal, de ez majd holnap, addig élvezzük a pihe-puha, hunnyadós vizet. Ez. Csak kicsit morci ez a Mendoza folyó, meg hát vagy nem tudnak matekul az utazási irodában, vagy valami nem stimmel, mert azt mondták, hogy egy óra, 12 kilométer, hát ez itt simán folyik 20-szal, de inkább 25-tel, úgyhogy szerintem lesz az bő fél óra is, de nem baj, nem az a lényeg, hanem az élmény. Na hát ez korrekt, főleg itt. Hát azért ebben most egy kicsit nem vagyok ambiztos. Ez nagyon gyorsan folyik ez a folyó. És hát szürke, mármint azt hittem, hogy fehér, vagy hogy mondják, ez tiszta vízű lesz a rafting, rendes hegyi patak. Na hát pont a túloldalon mennek. De majd még biztos lesz más. Túléltem, mint lehet hallani. Egyébként marha jó volt. Az elején azért féltem tőle, hogy mi lesz, hogy beborul meg, stb. Elég biztonságos, úgyhogy semmi probléma nem volt. Sőt, én kértem, hogy ússzunk már egyet, és a három hajón voltunk, mindenhol ugye öt utas, meg egy vezető, és ketten mertünk bemenni a vízbe, úszni egyet.
Úgyhogy a többiek szerintem jobban be voltak félve, mint én. Végülis meg lehetett szokni, egyébként egy fél óra múlva már olyan természetesnek tűnt a dolog. 5 fokos a víz, de ugye volt rajtunk ilyen neoprén ruha, hát azt nem mondom, hogy meleg volt, de egyébként nem volt vele probléma. Úgyhogy tudtunk úszni is egyet, szerintem tök jó volt.